Ragály Balázsnak hívnak, és 2016-ban a Te tudod, én élem darabban szerepeltem. Én kettőt tudok csak mondani, ezzel már nagyon sokat gondolkoztam, de nem tudom őket elvá... vagy nem tudom sorba rakni őket. Az egyik, az az a négy-öt napos hétvége, amikor félre vonultunk a Börzsönybe veletek, és az a hangulat, az a munka, az a összetartás, az a, az a csapatépítés, ami ott zajlott, az, az, nekem egy rettenetesen nagy élmény volt. Tehát az, az óriási. A másik, amit tényleg nem tudok -e elválasztani, az meg maga a bemutató. Tehát a, amikor így, úristen, most mi lesz? Tehát ez a, nem tudunk semmit, fogalmunk sincs, sem, hogy mi van, de azért mégis van valahogy olyan várakozás, és ilyen valahogy majd csak jó lesz, és aztán utána meg a katartikus élmény, tehát, hogy, 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 de valahogy, tehát egész más a kettő, az egyik az inkább mondom, ez a csapatépítés lényege, a másik meg tényleg ez a kilépni a színpadra és előadni valamit, de hogy nekem ez a kettő egy szinten van, tehát hogy, hogy ezek jutnak így erről eszembe. Az egy konkrét előadás volt, nyilván nem tudom megmondani, hogy melyik, de volt egyszer egy olyan, amikor nagyon nem volt kedvem hozzá, tehát nagyon, nagyon, nagyon nem voltam ott. Előtte is tudtam, meg közben is éreztem, hogy ezzel most túl akarok lenni, tehát hogy most nem azt teszem bele, amit szoktam, nem az jön ki belőlem, ami, amit elvárnék magamtól, ami, amiért ezt az egészet csinálom, hanem így, így túl szeretnék lenni. De nyilván magamnak tettem ilyenné, tehát nem erről semmiféle, hogy mondjam, szóval, hogy nem körülménytí vagy akárki tehet, hanem az én nekem az az egész napom, pár napom előtte az olyan volt, hogy hogy egyszerűen nem bírtam ebbe tenni magam. Akkor egyszer. Egyszerre fáradt az ember, mert ugye előtte az előző 48 órát, azt gyakorlatilag így töltöttük, néha éjjel egy-két órát aludtunk, de, de hát nagyjából a ruhapróba, a na még egyszer, a na még egyszer, most akkor mindenki külön szobába egy -egyel. És az a fáradtság, az a rettenetesen, rettenetesen ilyen nagyon vegyes volt az az egész, ez a, ezek mind, tehát ez a rettenetes várakozás, a fáradtság, a, és aztán érdekes módon nekem legalábbis most az az emlékem, hogy amikor elkezdődött, onnantól kezdve nagyon-nagyon erős koncentráció, hogy, hogy, minden kis pillanat ott legyen, ahol, 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 megpróbáltuk. És hát a vége az meg, az meg, az meg egy ilyen katartikus, tehát igazából amikor ott hátul Összeborultunk a végén, és, és tényleg csak úgy percekig álltunk, és öleltük egymást. Egy, egy, hát ezt, ezt nem összem, hogy lehet szavakkal leírni. Ezt, ezt át kell élni egyszer. Én, én annyira hálás vagyok, hogy ezt átélhettem, mert, mert, mert azóta sem tudom szavakkal elmesélni bárkinek, amikor erről beszélnek, csak mondom, hogy ez életem egyik legnagyobb élménye volt. A sógorom még voltak itt, azt hiszem talán nem a bemutató, hanem egyel után, ez volt valamikor nagyon az elején. És utána ugye Kína folyosón találkoztunk, és így, és így álltak, és így mind a ketten így álltak, és mi is néztünk rájuk, hogy most, most valakinek mondani kéne valamit, valószínűleg nem nekünk. És így folytak a könnyek a szemükből, és annyit tudtak mondani, hogy nagyon nem erre számítottunk, és aztán így megöleltek minket, nem erre készültek, hogy ennyire az életünknek egy fontos részét kirakjuk a színpadra. Ez úgy azért elmondta, hogy, hogy hogy sikerült őket valahogy úgy megérinteni, és valahogy átadni nekik valamit. Kell hozzá egy fokú bátorság, nem, nem, kell hozzá nagyon nagy fokú bátorság. Vannak a folyamat során többször olyan pillanatok, amikor igenis bátornak kell lenni, mesélni magadról, elfogadni, megérteni, amit a másik, a többiek mesélnek neked, megpróbálni behelyezni magad. Ezek a technikai részletek, ez a hogyan viselkedünk színpadon. De ha valakinek ez megvan, ez a bátorság, és azt, hogy én ezt így akarom csinálni, akkor ez nagyon sokat lehet tanulni magadról. Nem a jó, a színességről is valamit, meg, 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 megismerkedsz előtte számodra ismeretlen emberekkel valószínűleg, vagy legalábbis nálunk ugye ez így volt, ami a, nálunk ez egy nagyon jó kis csapat lett, én azt gondolom. Az én számomra a dolog lényege az az, hogy magamról milyen, milyen korlátokat léptem át, tudtam meg dolgokat, hogy, 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 hogy mi, 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 egy csomó olyan jött ki belőlem ez az, az egész folyamat alatt, amit előtte senkinek nem mondtam el. Nem is biztos, hogy így végig gondoltam. és, és és ennek az egésznek egy olyan eredménye lett, ami, rettenetesen nagy élmény volt nekem. Most túl azon a, amit már sokszor mondtam, ez a bemutatónak a pillanata vagy ezek, de ugye az egész folyamat szerintem, szerintem ha megvan hozzá valakinek a bátorsága, akkor egy életre szóló élmény fog szerezni magának. Életem egyik legmeghatározóbb élménye marad örökre.